az egy hely most először külföldre kirándulna, azért nem olyan messzire. A Felvidéken vagyunk, ott is Rimaszombattól északra, a Rima folyó völgyében, egy Karaszkó nevű település temetője mellett, és itt áll az a középkori templom, amiben holnap majd megnézhetjük a néhai magyar királyság egyik legteljesebb Szent László legendáját. A települést a 14. században ide telepített itáliai bányászoknak alakították, és a templomot, falut egyként elpusztította a török, és csak később építették újra, ahogy ez a erődített, egyszerű erődített kőfal is későbbi, és a fából készült harangtorony. Ez a terület a 11. századtól határvédővidék volt, ahol erőteljesen élt Szent László kultusza. A falu Szent László ünnepére kapott vásártartási jogot, a templomot pedig Szent László tiszteletére szentelték föl, látjuk majd nem véletlenül. A templomot 1596-tól az evangélikusok használták, akik azt a saját szabályaik szerint átalakították, azaz a freskókat is lefestették. A hajó mennyezetét festett kazetták borítják, a szentét bordázott keresztboltozat fedi, de a legfontosabbak körben a falon a képek. A szentét a dicsfénnyel ábrázolt áldó Krisztus képe uralja. Az i freskóin a hajó felől a Mária életét bemutató ciklusi jeleneteit látjuk. Az angyali üdvözleten például a térdeplő Gábriel arkangyallal. A festőjük elég jól ismerhette az itáliai elődöket, erről tanúskodik az a liliomot tartó amfora alakú váza, valamint ott az a kis templomocska, ami az Assisiben található Szent Ferencnek szentelt román kápolnára emlékeztet. A Mária ciklus a templom északi oldalán is folytatódik, ahol a három királyok imádását láthatjuk, és érdemes megnézni a tevéket, ugyanis valószínűleg a festőjük nem nagyon látott ilyet, mert pupos lovakként ábrázolta őket. A három király egyébként három glóriás király, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a három magyar szent királyról van szó. Legelől Mária előtt térdel az öreg király István, és itt középen Szent László, mögötte pedig a fiatal Szent Imre. A falfestmények a 14. század 60-as, 70-es éveiből származnak. A freskók egy részének alkotója talán ugyanaz a mester, aki az Oktinai templom szentét kifestette. Oktina szintén bányász település volt, de érkezhetett a budai királyi udvarból, más források szerint Itáliából érkezett a freskófestő. A képek megrendelője viszont egy kegyúr, Széchenyi Frank volt, akinek vonásai a Szent László baján álló lovakban ismerhetőek fel, és mivel Zsigmond király korában vagyunk, a király portrén ráemlékeztető vonások sejthetőek. Zsigmond király szívesen hangsúlyozta a Szent László iránti tiszteletét, és itt el is érkeztünk a templom egyik legékesebb részéhez. Az északi oldal felső sávjában látható a Szent László legenda, amit elég sok magyar, illetve a magyar királyság valahai területén lévő templomban ábrázoltak, de nagyon kevés helyen ilyen részletességgel. A lényeg, ez egy templomi keresztény képregény valójában, Nagyváradról kivonul a magyar sereg, megütköznek a hunokkal, megvív a lányrabló Kun vitézzel, a lány kisegíti, majd a végén egy már-már szerelmi jelenet, amikor László a fejét a lány ölébe hajtva megpihen. Egyébként ez a templomi keresztény szimbolikában átvitt értelemben a jó és a pogány közti harcot is szimbolizálja. A ciklus 6 jelenetből áll, 6 folyamatos, egymásból folyó jelenetből, és az 1068-as kerlési csatát örökíti meg. Kerlés az nagyjából Kolozsvártól keletre található, és ugyanebben az időben még nem László volt a király, hanem Salamon, továbbá nem a kunok támadtak, hanem a besenyők, egyébként a többi a pusztítás, fölégetés, lányrablás stimmel.
az elsőképpen Nagyvárad, az ott megmentésre várókkal és egy kilovagló beazonosíthatatlan ifjúval. Utána a Szent László vezette magyar sereg megütközik a kunokkal, a király lándzsájával megsebzi a kunt, aki a lányt a nyeregbe kapva elhurcolja. Itt csak a lány keze és övcsatja vehető ki, de a lovak patája alatt jól láthatóak a halottak. Következő jelenet, amikor azt látjuk, hogy a lánya nem ütött különösebben súlyos sebet a kunon, tehát László és a kun a lány mellett birokra kelnek, miközben a lány kisegíti Szent Lászlót, méghozzá úgy, hogy egy bárdal elvágja a láb inát a kun vitéznek, a következő képen pedig simán lenyakazza. Az utolsó képen ez a bizonyos szerelmi együttlét, fára kerül a pajzs, korona, kesztyűk, alatta Szent László a leányölébe hagyja álomra glóriás fejét. Mondanom sem kell, ezt az utolsó jelenetet egy írott forrás sem említette. Az ilyen képi ábrázolások elterjesztését egyébként tudatosan támogatták az Alsó királyok idején, aztán a lovakkultusz igazán luxemburgi Zsigmond uralkodása idejében bontakozott ki. Az Anzsuk őrizték az Árpád-házi ősök emlékét, László lovak királyi alakja pedig tökéletesen megfelelt arra, hogy magukat, mint magyar uralkodókat elfogadtassák. 1387-ben egyébként Széchenyi Frank még Zsigmond királyt is meghívta a környékre, és az is lehet, hogy ellátogatott Karaszkóra, hogy lássa saját magát, illetve az itteni Szent László képeket. Ami viszont biztos, illetve lehetséges és biztos, hogy ezek a képek erre a látogatásra és úgy nagyjából 650 évvel ezelőtt készültek.